Műsorunkat a home office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója, a HRP Europe Kft. Támogatta. fortinet.hrp.hu. Tisztelettel, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Hírérték című műsorunkat látják ismét, és mind a hír, mind az érték minőségének ezúttal is. Elsősorban meghívott kedves vendégem minősége alapján fog a további minőség erősödni, úgyhogy tisztelettel, megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm önt, dr. Horváth Lugosi Gábor urat, a Magyarság Kutató Intézet főigazgatóját. És rögtön elmondom ennek a szózömbe, hogy amikor mi legutóbb találkoztunk, egy csodálatos program volt. Helyszínében a Szépművészeti Múzeum román csarnokában Hunyadiak és Korvinok. Ez gyönyörű volt, ez a majdnem három nap, amit végig éltünk ott nagyon változatosan, de ennek a programnak a keretében megjelent a Magyarság Kutató Intézet sokszínűsége, irodalom, történelem, és ezen belül, amelyet önök, a munkatársak szakmaorientáltan is, egyénileg is és összefogva művelnek. Engedjen betekintést nézőinknek ebben a nagyon szép, tényleg humánorientált munkásságban, aminek a fő-fő mondanivaló minden egyes pontján, mint mondani való a magyarság megtartása. Parancsoljon! Én is szeretettel köszöntöm Máriát és minden kedves nézőt. Köszönöm a meghívást, és valóban a közelmúltban zajlott a Hunyadiak és Korvinok című nemzetközi konferenciánk, ami tényleg páratlan volt, ezt okkal mondhatom. 8 országból érkeztek ide hozzánk kutatók. A nyáron, ugye július 22-én a Nándorfehérvári Diadal 565. évfordulójára helyeztük ennek a konferenciának a dátumát. Ugyanekkor nyár van, azonban mégis óriási érdeklődés övezte. Láttam a számokból, a jelenlévőkből, tehát mind személyesen, mind online, nagyon sokan, több százan, több ezren követték ezt a konferenciát figyelemmel, és az is egy külön öröm volt számomra, hogy valóban a nemrég megnyílt román csarnokban lehetett a konferencia helyszínét biztosítani. Minden Magyarországra érkező tudós érkezzen Albániából, Lengyelországból, Csehországból, Itáliából, Törökországból, mindenkit lenyűgözött ez a csodálatos magyar teljesítmény, ugye az épület, és a konferencia szervezéssel is elégedettek voltak. Egyből szinkron tolmácsolással. A kiemelt konferenciáinkat úgy szoktuk közvetíteni, a Magyarságkutató Intézet erre mindig nagy hangsúlyt fektet, hogyha olyan téma van, ami nem csak minket, magyarokat, Kárpát-medencein belül érdekelhet, hanem a nagyvilágot is, vagy okkal akarjuk, hogy érdekelje a nagyvilágot, a nemzetközi tudományos életet, akkor azt egyből szinkron tolmácsolással vezetjük ezt a konferenciát, és itt is az volt, hogy azonnal angolul hallhatták az érdeklődők, és mondom még egyszer, sokan voltak. Elképesztő volt az érdeklődés, az kétségtelen, létszámában és minőségében. Olyan jó volt látni, hogy a nemzetközi területről is idejött előadók, olyan szépen itt helyben, hát Hunyadi, micsoda egy hallatlan nagy vezér volt, és nem a fekete sereg volt az egyetlen pont, amire ilyen hétköznapi ismeretségi szinten rátértek, hanem az emberség, a magyarság küldetése, egyáltalán a történelmi időszakunknak ez a pontja hogyan kapcsolódik ahhoz, hogy a ma eredményei, hogy itt vagyunk, és milyen módon, mennyire meghatározó Hunyadiaknak. Az albán részéről, ugye a nagykövet úr, amikor itt volt, hát ott olyan kultusza van Krujavárában Hunyadinak, hogy becsületére legyen mondva, nekünk azért remélem, hogy majd lesz egy hasonló millió, összeszedjük magunkat ebben a témakörben, bár itt nem volt ellentmondás, csak az a fajta kezelésmód, amit én ott tapasztaltam, hogy bár soha nem találkozott ugye Skanderbeg és Hunyadi, de mégis egy kölcsönös tisztelet volt. A török rohamok iránt, a háborúk
ellenében, ahogy összefogtak, mégis ott zajlott valami, hogy embernek maradni. Na most egy háborúba ezt elérni, ehhez tényleg kemény hadvezéri fej kell, és olyan, aki az ember tiszteli, az egyszerűtől a maga pozíciójáig. A konferencián nagyon szép volt a abszolút kiemelt humán légkör. Ott mindenki boldogan beszélt mindenkivel. Nem az volt a fő szempont, hogy most kijön elsősorban az előadást elmondani, hanem hogy ezt hogyan teszi. Láttam, hogy a kollégákkal hogyan kontaktáltak a pódiumról, hogy csatlakozom hozzád, te is csatlakozz hozzám. Tudományos konferenciáknál ez nagyon ritka. Úgyhogy itt az emberi méltóság szuperlatívuszokban megjelent, hogy köszönöm tisztelet önnek és önöknek a szervezést. Csodálatos volt. De hát az intézet nagyon sok mindennel foglalkozik, úgyhogy ne álljunk csak le, csak ér elnézést kérek mindenkitől itt a konferencián, hanem avassuk be a nézőket, mi minden történelmi nagyságokkal, meghatározó emberekkel foglalkoznak, és felfedeznek új és új elemeket az életükben, a mi megerősítésünket jelentően is. Szívesen, bár arra a műsoridő nem biztos, hogy elég lesz, de még a konferenciához visszatérve csak egy pillanatra, az néhány fontos dolgot rögzíteni, mikre lehetünk büszkék mi mindannyian, a Magyarság Kutató Intézet munkatársai is, és az egész ország. Ugye egy pandémiás év után voltunk, és alig, hogy a gazdasági életet újraindította a kormány, a Magyarság Kutató Intézet vallom, hogy újraindította a tudományos nemzetközi életet, hiszen első hívásra egyetlen egy lemondás nem volt, mindenki ideérkezett, mindenki személyesen adta elő az előadását, és még egyszer mondom, 8 országból érkeztek, többsége repülővel, közeli Horvátországból van, aki autóval érkezett, ugye a lepoglavai Korvin János kapcsolatok miatt, és tényleg az, ahogy tetszett mondani, abba gondoljunk bele, hogy 565 év elteltével mondjuk egy török egyetemi kutató ismeri el Hunyadi Jánosnak azt a tevékenységét, hogy a kettős határrendszerrel 60 évig visszavetette az oszmán birodalom előrenyomulását. És hogy ez mekkora teljesítmény volt, és ezt itt 2021-ben Budapesten egy török kutatótól hallhatjuk, tehát ma már teljes a béke, teljes a jó kapcsolat. A Magyarság Kutató Intézet a nemzetközi tudományos életben hamar megszerezte azokat a jó barátokat, pozíciókat, együttműködő partnereket, amit el lehetett érni ilyen rövid idő alatt. Büszkén mondhatom, hogy több mint 40 tudományos kutatási szerződésünk, együttműködésünk született az elmúlt 2,5 évben, és még egyszer, tehát szívesen jöttek ide. A másik, például ugye a Pickova asszony, ugye Csehországból, aki Mátyás külpolitikáját dicsérte, hogy micsoda államférfi volt, és hogyan levelezett akár ugye az orosz cárral, az orosz udvarral, és a lengyelekkel, ugye a lengyel nagyfejedelemséggel, ugye a lengyel királlyal, és a lényeg, hogy innen, abba gondoljunk bele, és ez a konferencia arra is méltó volt, és remek lehetőség, hogy Mátyás nem csak egy kárpát-medencei, nem csak, tehát az elmúlt évtizedekben ez az áruhás sztereotípia, hogy igazságos volt és járt, ez rendben van. De azért ennél több volt. Ennél több volt, ezt bebizonyítják, fölnyitják a mi szemünket, hogyha kell, akkor külföldi kutatók is, akik idejönnek a biztonságos Budapestre örömmel, a Magyarság Kutató Intézet meghívására, és nagyon büszke voltam kollégámnak azon előadására, ami Mátyás leveleinek a lefordításáról szól. Ugye a nemzetközi külpolitikai leveleit Fraknói Vilmos 118 évvel ezelőtt összegyűjtötte, összerendezte, de tudjuk, hogy az elmúlt 100 évben különböző háborúk, forradalmak voltak, úgyhogy a tudományos munka és szovjet típusú diktatúra megterepedett Magyarországon, és ezért a mai napig nem kerültek ezek lefordításra, és ezt a 118 éves adósságot Darvas Mátyás kollégám be is jelentette ugye az előadásában, hogy ezt a Magyarság Kutató Intézet elvégzi. Ami nem csak egy a mulasztás bűnét takarítjuk el most tulajdonképpen, vagy szüntetjük meg,
hanem ez annál több, hiszen ahogy a magyarra lefordítjuk, Mátyásnak a gondolkodásmódját, a szóhasználatát, azokat az erőpotenciálnak a hol mértékkel, hol jobban megnyilvánulását, hogy hogyan irányította innen a Kárpát-medencéből Európát. Tehát azért ezeket most majd olvashatja mindenki, nem tudom én, Zalaegerszegtől, Miskolcon keresztül, bárki, akit jobban érdekel a magyar történelem, legyen az iskolás diák, vagy tapasztaltabb érdeklődő, bárkinek ugye a Magyarságkutató Intézet kiadványai között ez hamarosan megjelenik. Ez egy óriási munka, eddig nem is végezte el senki, nekünk, intézetünknek megvan az a tudományos háttér, hogy ezt nem csak, hogy pontosan lefordítjuk, hanem gyönyörű kiadásokban közzé tesszük. Hát egy könyvet, hogyha megtetszik engedni, ugye itt volt nemrég a pápa, ugye őszentsége, na most mi már nem először találkoztunk vele, hiszen amikor 2019-ben ugye Csíksomlyón járt, akkor a Magyarságkutató Intézet és kollégái vállalták azt, hogy a pápa látogatás és a csíksomlyói búcsú közti egy hetet több mint 100 tudományos előadás tartásával 7 nagy magyar városban kitöltöttük, úgyhogy akik már a pápa látogatásra érkeztek, azok mi ott maradtak ugye a búcsúig, vagy akik a búcsúra érkeztek volna, azok még ott maradtak, vagy korábban érkeztek, és a pápának pedig készítettünk egy magyar szentekről és boldogokról szóló latin könyvet, amit ugye szabad volt odaadni, tehát nem magyar nyelven írtuk, hanem ugye latin nyelven, ezt a pápa ugye tökéletesen érti, és bemutattuk már 19-ben, hogy Magyarország nem most kezdett ismerkedni a kereszténységgel, hanem egymaga több szentet és boldogot adott a keresztény egyháznak, mint bármelyik európai országot együttvéve akár. Tehát már 19-ben a pápának egy ilyen könyvet sikerült Böjte Csaba testvérrel, akivel szintén szoros együttműködésben vagyunk, átadni őszentsége részére, hogy hagyd tudja a magyarokról, hogy az elmúlt évezredekben, most pedig láthatta személyesen, ahogy tetszett mondani, hiszen pont egyébként a Hunyadi konferencia helyszínét választották miniszterelnök úrék a pápa fogadására, tehát ott a Szép Művészeti Múzeum román csarnokában bizony ilyen nagy dolgok történnek mostanában. Ez tényleg gyönyörű, és nagyon megható volt a Kásler Miklós miniszter úr bevezető gondolatai. Nem csak, hogy elmondása, hanem üzenetértékű minősége. Ahogy összefoglalta már indulásként ezt az egész gyönyörű programot, meghatározva azt a hangnemet is, hogy készfogásra tett nagyon szép intés, hogy most tényleg itt a történelmi idő. Hát nézzük meg itten a harmadik évezred hajnalán, hogy mi is a mi feladatunk. A Magyarságkutató Intézet nevét választva óriási felelősséget vállalt fel, mert speciálisan, egyénileg a magyarság történelmi kutatását nézi. A Vatikánban a kis pici magyar oltár pedig egy igazi fémjelzése annak, hogy a keresztény hit számunkra mennyire fontos, és hogy a kutatók munkáját mennyire segíti az a mentalitás, ha maguk is a keresztény hittel kiki a saját tudomány területét megkutatva prezentálja az eredményeket. Visszatérve Mátyás leveleire, Mátyás király leveleire, hát a kollega olyan szenvedéllyel adta ott elő ezt az egész gondot, hogy az ember már ment volna és lapozta volna azonnal, hogy nézzük meg, mert az a hadvezéri gondolkodás, a műveltségre való utalás, amit Mátyás megtett, és ez nem egy szűkre szabott terület volt, hanem széles Európára, hogy fogjunk össze, hát ezeket a leveleket, hogy milyen utasításokat, észrevételeket tehetett meg, hát bizony nagyon sok fehér foltot fog pótolni. Úgyhogy a kollega úr előtt le a kalapél minden tisztelettel, mert mondom, az a szenvedély, hogy előadta, elmondta, üzente, megerősítette önmagát is, hogy ez miért fontos, az emberi magatartásból is egy gyönyörű példa. Úgyhogy munkatársaira a büszkeség, főigazgató úr, teljesen jogos. Teljesen jogos. Még ha megtetszik engedni, hogy maradjunk a keresztény világunknál, az Eukarisztia előtti héten tartottunk egy szintén egy nemzetközi konferenciát,
jót tetszik látni a plakátját. Ugye Klíma Gyura, a professzor úr, az Eszmetörténeti Kutatóközpontunk igazgatója vállalta, hogy a Magyarság Kutató Intézet nevében a világból, Amerikától, Ausztrálián keresztül keresztény gondolkodással, a kereszténységgel foglalkozó tudományos szakembereket, legyen az egyházi, egyetemi egyéb professzorokat összehívja, és itt megtartottuk, szintén közel 20 előadást tartottunk, ez is a weboldalunkon már látható, ez is egy óriási teljesítmény, ilyet nem, más nem csinált, hogy egy ilyen nemzetközi konferenciát szervezett volna, igen. Abszolút novum. Így van. Akkor a másik, ugye, ami talán mindenki ismeri a kedves nézők közül, ugye az Abba Sámuel, abbasári feltárásunk. Én azt szoktam mostanában használni, hogy akár konferenciákon foglalkozunk a Magyarország, a magyar nemzet és a kereszténység kapcsolatával, de ha kell, akkor a föld alól előássuk ezeket. Szó szerint. Szó szerint, igen, ugye Makoldi Miklós légészeti igazgatónk vezetésével előássuk azokat az 1000 éves keresztény emlékeket. Hát gondoljunk bele, hogy itt már a 9.-10. században ugye először körtemplom épült, hát azért ugye ott is a keresztény vallást gyakorolták, aztán Abba Sámuel, ugye akit korábban a germán történetírás próbált ugye rossz színben feltüntetni. Mm-hmm. Kiderül, hogy mégsem volt olyan pogány uralkodó, hiszen a bencéseknek ugye apátságot, monostort épített, földet adományozott, hogy az működjön, tehát komolyan gondolta. És például a Ménfői csatában, amikor ugye a nyugati betörés szembe az életét adta, akkor ugye 3 püspök esett el az oldalán. Tehát akkor ugye ez is egy bizonyíték, és most csak hogy milyen intenzitással dolgoznak, ez nagyon nagy büszkeségre okot adó feltárás. Én ott voltam, hogy ezt 2020 végén kezdtük, ugye októberben az első ásónyomot akkor nyomtuk le, és végig a novemberi, decemberi fagyba, hóba, esőbe volt, hogy 11 napból 8 napon keresztül szakadt az eső, és a kollégák ott voltak kint, ott dolgoztak munkagépekkel, lapátokkal, tényleg a két kezükkel igyekeztek kiszedni a föld alól ezeket a romokat, és amit pedig azóta ott találtunk, az pedig tudományos szempontból is, és a nemzeti öntudat, vagy a nemzeti identitás szempontjából is egy óriási eredmény, ilyet még nem tudtunk, ezt még senki nem írta meg, nem is publikálták, nem is mondták, hogy gyakorlatilag a tatárjárás után, amikor ugye elpusztult a templom, akkor egy éven belül újat építettek 3-szor akkorát. Hát akkor most gondoljunk bele, hogy a tatárjárás mennyire pusztította el az országot, hogyha pontos. Egy év múlva már 3-szor akkor a templomot építettek, és most kapaszkodjanak meg a nézők, egy 5500 négyzetméteres területet kutatunk. Tehát ugye 1044-ről beszélünk. Ez egy bazilika nagyságú, igen. Fantasztikus, gyönyörű infrastruktúra abban a korban, de ahogy mondja ezt, szintén ezzel a nagyon szép meghittséggel, szenvedéllyel, hogy milyen jó, hogy megint újat tud mutatni a Magyarság Kutató Intézet munkatársai összefogásával. Lassanként a történelmet így, ahogy a mi magyar történelmünk jelenzi, szépen újra kell írni, vagy legalábbis jelentősen kiegészíteni, és bizonyos tévedéseket kutatások hiányában, eredmények hiányában markánsan igazságértékűvé tenni. És ez tényleg nagyon fontos. Megmaradásunk a Földön, Európában, és itt a Kárpát-medencében. Minden tisztelete. Minden tiszteletem. Köszönöm. Úgyhogy én várom azt, hogy mi minden derül ki még, ha csak felsorolás jelleggel is, mert alig 7 percünk maradt, hogy mi mindennel foglalkoznak még, mert csak amit elhozott ez az arzenál, ki vonata annak, amit a Magyarság Kutató Intézetben önök csinálnak, végeznek, igen. És ráadásul folyamatosan még kiegészítőnek újabbakkal. Úgyhogy nagyon-nagyon kedves nézőink, figyelni a Kutatóintézet fiatal munkatársainak az eredményeire, mert olyan jó tudni, hogy bizony-bizony a mi gyökereink mennyire mélyen hatolnak földben és eszmében, a keresztény hitben is. Nagyon szépen köszönöm önnek.
Folytassuk azzal, és, hogy mi minden. Nem csak vagy kiegészíteni. Igen, nem csak a Földben, hanem évszázadokban is, és nemzetközi publikációkat írunk sorban, ugye ezek a nemzetközi tudományos élet részévé válnak, és 2018-ban még Kásler Miklós professzor úr kezdte az Árpád-ház genetikájának kutatását, és akkor ugye meghatározták harmadik Bélát és második Bélának ugye akár a rendszerváltozástól, ha nézem, az elmúlt 30 évben ilyet senki nem csinált, előtte meg pláne, persze az archeogenetika egy fiatal tudományterület, 20-25 éve van jelen a világban, de miniszter úr és társai voltak az áttörői ezeknek a kutatásoknak, és 19-ben, amikor a kormány létrehozta a Magyarságkutató Intézetet, hogy a nemzeti identitást, a magyar öntudatot, a magyar történelmet erősítsük, a helyére illesszük ezeket a részeket, vagy cáfoljuk prekoncepciók nélkül, vagy bizonyítsuk, vagy pedig illesszük ki a hiányozó képeket. Hát ennek ugye nekikezdtünk, ezt a kutatást is átvettük. Nagyon érdekes volt a 2019-es azon publikációnk, amikor a hun népességnek és az avar népesség közti genetikai kapcsolatot is igazolni tudtuk több esetben. Ezt érdekes, hogy 2020-ban a Christina Kaiser vezette francia kutatócsapat, tehát tőlünk független kutatócsapat, szintén ugye Mongóliában huncsontokat vizsgált, és mit ad Isten, a legközelebbi európai kapcsolat, szinte teljes mértékben harmadik Béláék, az Árpád-háziaknak a genetikája volt, tehát 500 évvel később is. És most ugye szokták kérdezni, hogy csak a vezető réteggel foglalkozunk-e, az uralkodói dinasztiával, vagy a Magyarságkutató Intézet foglalkozik a Kárpát-medencei alaplakosság. És mind a kettővel így foglalkozunk. Van. Ugye most jelent meg idén januárban az avar népesség és a honfoglalóknak az összevetése, ahol szintén egyrészt nagy volt az átfedettség, tehát szinte ugye ugyanazok a genetikai csoportok voltak megtalálhatók, és nagyon érdekes volt, hogy amúgy a honfoglalóknak hívott mondjuk 9.-10. századi népességnek a genetikája, illetve a vizsgált egyének, akiket honfoglalóknak hívunk, azok már itt éltek a Kárpát-medencébe. Tehát ezek pontosan megállapíthatók, tehát hogyha most gondolok olyanokra, hogy László Gyula, vagy mondjuk elhoztam direkt erre a könyvre, és büszke vagyok, ugye Bartók Bélának a könyvét 1981 után a Magyarságkutató Intézet újra kiadta, és ha már kiadtuk, akkor nem csak magyarul, hanem egyből angolul adtuk ki, és Bartók Béla amellett, hogy a zeneszerzés géniusza volt, amellett őstörténetkutatást is végzett, hiszen ő a zenei hangjegyeken keresztül követte a magyar vándorlás útvonalát, ami egyébként egybeesett akár a krónikáinkkal, és akár a mostani archeogenetikai eredményekkel. Tehát minden tiszteletünk lehet ugyanígy Bartók Bélá is. Egyébként a világban ez megvan. Japán kutatók már bejelentkeztek, hogy lefordíthatják-e Japánra ugye Bartók életének. Akkor mondom, hogy természetesen ugye nagy tisztelői, és most ezt az oldalát is megismerik, mert tényleg egy igazi géniusz volt. Hát főigazgató, iszom a szavait, és közben megint előttem van a térkép. Igen. Önök megerősítik a magyarság ázsiai eredetének a mi voltját, amelyel ugyan több tudományterület is foglalkozik, de mindaz, amit most elmondott, most visszatérve Bartók Bélára, a pentaton hangnem, amit én Mongóliában hallottam az ősi hangszereken játszani, a beszéd, több mint 800 szavunk azonos. Ahogy a Kunság felé megyünk Magyarországon, még biológiai, a csontozati berendezés is szinte visszaköszön ebben a hallatlan gyönyörű népvándorlásba, és főleg azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a magyarság ázsiai eredete. Ezt önök gyönyörűen végig bizonyítják, még akkor is, amikor csak érintőlegesen jelenik meg, például az említett konferencia időszakában is. De minden tisztelet önöknek, most már csak az a kérdésem, hogy általános iskolába, középiskolába, egyetemekre mikor fognak eljutni, és mennyire tudnak eljutni ezek a nagyon fontos tudományok, mert az ember mentalitását ma
a világban nekünk magyaroknak itt és most, igen, meghatározza a jövőre. Hát írjuk ezeket a publikációkat, az egy fontos, hogy nem csak az őstörténettel, egészen napjainkig foglalkozunk. Így van. Például ugye Vizi László Tamás tudományos főigazgató helyettes úrnak szintén idén jelent meg egy Scopus által jegyzett tudományos publikációja Trianon témában, és ezek a publikációk cseh és német egyetemen adták ugye közre, és ezek a publikációk, akár a honkutatás, ezek később ilyen tudományos könyvekben, illetve majd közérthetőbb magyarázattal bekerülnek még ebben az évben valamennyi középiskolai könyvtárba, és a világhálón mi direkt közzé tesszük ingyen. Tehát ugye mi is közpénzből működünk, ebből kutatunk az ország javára, valamennyi magyar ember számára, és a lényeg, hogy mi visszaadunk. Tehát amit mi belénk fektetnek, azt mi azonnal visszaadjuk ezeken a kutatásokon keresztül, mert igenis van mire büszkének lennünk. Ez szerintem látható ezekből a munkákból. Is, igen. Nagyon sok szerencsés helyzetben van az az ember, aki önökkel személyesen tud kapcsolatot teremteni, mert már a jövő terveket is igen tudjuk értékelni. Hála jó Istennek, és köszönet önöknek. Kedves nézőink, elindultunk egy gyönyörű szép konferencia, egy tudományos és nemzetközi konferencia, Hunyadiak és a Korvinok címmel, amit most hallottak. És mennyire el tudtunk ágazni gyorsan, hála jó Istennek, és köszönet dr. Horváth Lugasi Gábor főigazgató úrnak, aki kézben tartja az intézet tudományos munkatársainak munkáját, segíti a mi ismereteinket és a magyar történelmet illetően, és tényleg itt fókusz maga a magyarság. Adja jó Isten, hogy főigazgató úr munkatársai nyugodtan tudnának kutató munkákat végezni, az eredményeiket pedig mi feltétlen várjuk, igényeljük. Nagyon fiatalok és tanárok egyaránt, mert fontos ez, kérem, nélkülözhetetlen, úgyhogy látogassák ne csak a honlapot, hanem a lehetőséget is, hogy személyesen tudjanak kapcsolatot teremteni önnel, főigazgató úr, munkatársaival. Nagyon szép emberi élményben is lesz részünk. Én szívből kívánom, hogy a magyarság történelme önök által itt és most, a harmadik évezred hajnalán határozza meg ezt a nyitányt, jó magyarnak lenni. Viszontlátásra! Műsorunkat a Home Office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója, a HRP Europe Kft. Támogatta. Fortinet.hrp.hu